sem. Kezdjük azzal, sziasztok, kezdjük azzal, hogy az előző szavás anyagát itt két átfutjuk. Tehát a múltkor a elektronikus felezének azt a részét néztük meg, amikor a melékletet nem hagyományos módon zsatoljuk, hanem Google Drive-on keresztül megosztjuk a partnerünkkel. De mindenkelőtt az elmúlt alkalommal beszélgettünk a kijelentkezésről. Ugye a kijelentkezés az azért fontos, mert ha ne adj istenetlenül a bejelentkezéskor kipik azt, hogy maradjon bejelentkezve, és mi csak a böngészőprogram bezárásával távozunk a helyszínről, akkor ha a helyünkre valaki leül, elindítja a készőt, és csak elmegy a Gmail oldalára, a mi fiunkban tálja magát. De megbeszélt, hogy tudunk jelenteni. Az is, hogy itt esetleg azt ki tud deríteni, hogy illetéktelenek, mert nem hiszem nekünk a levelek olyan fontosak lennek, hogy másnál jól ide, de elvileg itt követhető az, hogy máshol itt is használják a mi levelezőfiunkat. Aztán ezt követően beszélgettünk. Értük jobb klik, társítás, pént, és utána ezeket a léket végig jár, át tudjuk méret a képet, de arra nagyon ügyel, amikor újra elmentjük, amennyi szükségünk veti. Lenne szükség, hogy sok képet, hogy így méretezett, hanem nagyobb oktatással, hogy is mérni ezt a System View nevű programot, és lepítés is bemutatásra kerül, illetve méretezés is ábrákkal könyvben jutott található. Ezt követően beszélgettünk a Google Drive-ra feltöltve csatolásról. Ugye erre majd azért lesz szükségünk, mert akinek küldjük, annak okozunk problémát akkor, hogy sok, illetve nagyon nagy méretű fájlunk, és megoldás lesz az, hogy nem csatolva, hanem a tároló elhőre hadd használjam. Biztos halljátok majd
figyelni, hogy jaj, Laci, tényleg erről beszél. Tehát nagy divat abban, hogy a felhívunk, hát ez most fekete humor, tehát az, hogy a lábunkat próbáljuk a felhő szélén még így. Addig arrébb van lemérhetően 10-20 szó, hogy az internet és akkor járható egy módszer, hogyha akinek küldeni akar, ő szín rendelkezik Gmail. Ez a nagyon nagy százaléka jellemzően rendelkezik Gmail fiókkal, mert ugye a Gmail nem is kifejezés, tehát nem Gmail fiókkal, hanem Google fiókkal rendelkezik, ugye, mert a Google fiók az nem egy szolgáltatást biztosít nekünk, hanem egy csomót. A Gmail-en telezőn kívül ott van YouTube, ahol mi videókat tölthetünk fel, a Google Drive, amit beszélgetünk, nem aspektusban megtárgyalva a dolgokat, csak a csatlást, helyettesítő szolgáltatást. De például még Google térkép esetében is jelentőség van, hogyha az emberek Google hozzáférés, tehát van egy Google fiókja. A esetében mondtam, hogy mi az előny, hogy lévő fiókeket tudsz megnézni, te magad is felrakhatsz YouTube-ra általad készített videók. És hát ez bizonyos esetekben most emlegettem nektek, ha ismerem magamat, akkor elnézést egy kedves, aki most már elég előre tart, mert ő már a szakkörre jár, Dabácsi, aki kéne Béla, mert annyira nem idősebb nálam, a Béla, az úgy kapott az unokája videót, aki azt hiszem, él, hogy készültől feltöltötték YouTube-ra, és ne csak azt küldték el a videóról, meg lehetett nézni az unok. Persze ő önállóan nem tudta, nagy ügy, ugye, tehát végülis nagyon nehéz, csak a kezdő volt, de ha már ez nem hiszem, hogy neki. Térképnél milyen előnye van? Térkép lehet olyan előnye, hogy az ember a Google térképére idézőjelben rárak egy fóliát, és a fóliára maga rajzolhat vonalakat, határvonalat, hogy ez az én lelkem, stb. És utána ezt letárolhatja, és kinek elküldheti. Jó? Tehát ez is egy hasznos dolog lehet esetleg. Hát itt tudjátok azt, hogy én voltam őrült, hogy a kormányzati választásokon indultam. Túl nagy tölekedés nem volt azért az óra, ahol én indultam, de ugye például ott a szavazók, hogy melyik szavazók hova esik, ezt úgy tudtuk a segítkel, mert hát természetesen olyan térkép nem állt rendelkezésre, ahol ez úgy volt térkép, hanem az utcák föl voltak sorolva, mert az egy sokkal kisebb használható, mint a térkép. És hát akkor volt olyan a társaságban, aki készített egy olyan térképet, ahol berajzol szépen a tárvonalakat, és akkor így tudtuk szedni a aláírásokat. Na így is elhibáztuk, elvéreztünk a hülyeségünk miatt, de hát erre kiválóan lehetett használni. De titeket nem kell meggyőzni, mert nektek mindannyiótól van Google hozzáférése. A Google Drive-ot most ennélben már nem fogjuk megbeszélni, és az előbb említett dolgokat sem fogjuk megbeszélni. Viszont
Tehát a társaságban többet tértek a mindennapi tanítás technika című könyvemet. Én remélem, hogy jól tartjátok. Tényleg úgy érzitek, hogy nem lehet letenni azért, mert a fürdőkádban olvasod, hanem mert tényleg hasznos. Én azt gondoltam, igazándiból nekem már a tárkészlem gyakorlatilag teljesen elfogyott. Egy-két, hát tandának hívják, vagy annak hívják? Megmaradt példányokat. Ugye újságnál, itt is könyvnél is, amit a, jó, itt is úgy hívják. Tehát még a nagykernél van, hogy talán összesen 200 darab. Én úgy gondolom, és most tényleg véleményekre vagyok kíváncsi, azért sérülem el, hogy én ezt föl fogom rakni az internetre PDF formátumban, elérhetően, bárki számára elérhetően. A blogról lesz majd megnyitó, hogy ezt milyen ötletnek érzitek. Mert szerintem itt azért meg a lévő körében, ha meg akarná venni is azt. Már három nappal ezelőtt után jobban szereti észbe venni a könyvet és úgy elmérni. De annál is inkább, mert hogyha dolgozni is kell, meg olvasni is, akkor ez már vannak problémák, ez is megoldható és áthidalható probléma. De ettől függetlenül én ezt hasznosnak érzem is, és kapnám is, hogy ez hogy nézne ki, meg hát fölhívnám a figyelmeteket rá. Tehát itt van a mindennapi számítás technika. Hát gyakorlatilag a kefenyomatnak veszhető verzióban. Ezt nyitottam meg. Ugye, és kicsit megszavattató, 147 oldal lett, tehát ez egy ilyen vaskos könyv. Ugye előttünk van még például a fénykép áttöltése, illetve hát már a névkártyagyűjtemény használata, vagy névgyűjtemény használata, és ezzel kezdjük, ha már nem fogjuk arrébb dolni magunk előtt a Gmailbe. Amiket mit tanultunk, meg ma tanulunk, meg leközöttünk ebbe a könyvünkben. Olyan különbségek sajnos vannak, hogy az interneten bemutatásra kerülő dolgok azonosan változnak. Tehát ahogy én mondom, a névjegyet úgy kell fölvenni, hogy találod ezt a gombot nyom. Na most ez már nem van. Az elv, hogy kell a névjegyeket, az ugyanaz. Csak nem ott van az, hanem kicsit máshol megnyitják. De mondjuk például, hogy a fényképeket kell áttölteni, tök ugyanaz. Ugye, mert Windows 7-esre írtam, te is Windows 7-est használsz, de a Windows 8-ban sem nagy máshogy van. Úgyhogy ez nagy segítség. És rengeteg egy hasznos dolog itt megtalálhat. Most arra viszont meggyőződéssel emlékszem, hogy azt megbeszéltük, hogy bármilyen próba, ha keresni akarunk, akkor a Ctrl-F billentyű kombinációt kell megnyomni. Remélhetem, hogy esetleg a agytekervényeinek az alján valahol ez úgy elővillan. Én megnyomom, tehát Ctrl-F, és ugye a névjegyzéket keres.
Tehát egy Ctrl F-et, begépelem azt, hogy névjét, és most átnézi, tart a 180. oldalon, 347-ből befejezi, és ki fogja írni, na mondom, hogy jön a Feri. Szia! Nem felvandoló helyet. Ez is nálam. Ja, jó, oké, ez a másik lesz. Igen, és akkor szépen az összes bejegyzék találatot kijelöli, és ezzel a nyíllal tudunk előre hátra lépkedni a névjegyek között. Jó, tehát igazándiból ezt a módszert fogod majd használni. Na most attól függően, hogy hányas Acrobat Reader-t használsz, máshogy is, hogy fog majd cselkedni. De biztos, hogy sokkal előbb megtalál ezzel a módszerrel, mint hogy elkezded olvasni. Ugye? És hát ugye itt van a névjegyzék, erről fogunk ma beszélgetni, és hát ezt tényleg mutattam meg, mert ha tényleg felrakom ezt a könyvet az internetre, akkor mindenkinek meg lesz, innét kezdve, elektronikus verzióban is. És egy elektronikus verzióban előbb megtalálhatsz valamit, mint magában a könyvben. Ugye, mert te nem azt, hogy névjegyzék, nem találod meg, mint ahogy ez most megtalál az összes előfordulása. Jó, mi véleményed? Ez egy jó ötlet. Nekem valószínűleg már pénzem úgyse lesz, mert még egyszer kinyomtatni tök fölösleg, mert annyi példa már lehetetlen adni. Viszont egyrészt az óra talán több lesz, másrészt meg hát hogy mondjam, az ember másnak jót tett, és az nem kerül semmilyen. Jó? Oké, akkor egyetértünk, haszna lenne, jó? Tehát, jó? No, és most kezdettem, amit is megmutattam, mert akinek megvan a könyvben ez a rész megnézheti, ugye ott van a 250 valahány oldalon a könyvbe, tehát egész konkrétan a címtár használata, ugye, tehát ez a címtárnak hívja a Google-t, tehát itt ezen a részen fogjuk majd megtalálni. Sajnos ez, amire utaltam, hogy én arra, hogy ide kattints, nem ide kell teljesen kattintani, de az elv az ugyanez. Jó, és rengeteg, aki olvast ezt a követ, az tud igazolni, hogy rengeteg hasznos informan ebben a könyvben. Akinek van, forgassa, akinek is meg az meg majd interneten keres fel a blogomat, ha eddig nem te, ezután még érdemesebb lesz, és akkor még megtudjuk. Jó? Na, egyúttal egyébként a végére jöttünk a múltkori anyag tárgyalásának, úgyhogy nekiállhat a címtár beszélésének. Ugye a harmadik modul második előadása cím. Kösz. Ráadásul egyébként előbb nem teljes volt a felsorolásom, mert a Google regisztrációval te regisztrálod magadat egy olyan hasonló hely, mint amilyen a Facebook. Ez a Google Plus nevű Facebookot az a közösségi oldal, ez a közösségi oldal. Hát ez is egy lehetőség, és még tovább
lehetőség az, hogy a Google-vel hasonlóan telefonálni is. Magától leállt? Magától? Rá kapott. Tőle. Egyére kattint rá, mert neked akart bánni, aztán előjött. Egy. Hát olyan, hogy időnként beműködött, lehet, hogy mi van a szakron, azt tanulták, hogy be lehet állítani, nem csinál semmit, akkor rá. Ugyanez van, és 5 perc után le. Nem baj, ha megtanulják. Ez csak vissza. Na, hát a cipár azt tudjuk úgy használni, hogy fölveszünk neket úgy, hogy még vele semmilyen kapcsolatunk nem van. Egyik lehetőség, másik lehetőség, hogy kaptam már e-mailt, a harmadik lehetőség meg én írtam neki e-mailt. Jó? Lássuk, lehet ezt megtenni. Mindenki legyen szíves, lépjen be a ő e-mailes fiókjába. Ma már nagyon tudod kikerülni ezt a ernyőt, tehát jönnek a reklámok, hogy erre, arra adod, amikor fölül nyomni majd a fejét, akkor a és ha bejelent, a bocimógraiba. Ugye ez az, amiről betem. Ez megfolva, ne legyen kipipálva. Itt nehogy arra kattintsál, hogy igen. Jó, bár véletlenül arra kattintottál le. Ez törölhető, nem teletek megszéltük, hogy utólag törhető. Ha véletlenül lükkoltál valahol, és olyan helyen tároltad le a jelszavadat, ahol nem kell volna. Volt róla szó? Nem volt. Volt? Mindegy, ez a reklámhelye. Most nem mondom el, de nézzétek meg, hát fölmész a pcsuli.blogspot weboldalra, blogomra, és akkor itt a jelszava kezelés. Ez a cikk, ez a legutolsó cikk a blogomon, tehát ezt múlt héten szombatonra föl, ha nem igaz, ez kifejezetten erről szól, hogyha lüke volt valaki, és véletlenül tárolt a jelát, valahol azt hogy lehet törni. Nem egy bonyolult dolog, hiszen ilyen hosszú az egész cikk. Tehát ez az egész cikk. Jó? Árammással az egész tud oldani. Itt van ez a kulcs, erre a kulcsra rátintasz, megkérdi, hogy akkor most mi légyen. Ha letettem, akkor az van, hogy törlöd. Lenne egy kérdés. Tehát amikor jelentkezel valahova, tehát mondjuk innét kilépek, jó? Innét kilépek, belépek megint, és mindjárt útja. Tehát amikor
Emlékeim szerint ez a jelletáról, hiszen magától meg is jelent. Amikor ahhoz oldal élsz, ahol véletlenül letartad a jelszavadat, meg elhasználó nevedet, a jelszó megadása oldalán mindig megjönk ez a kulcs, egyszerűen rá kattintasz, hát ha oldal vagy, ahol be lehet lépni, felhasználni jelszó párok, különben ha már beléptél, akkor már nincs, a lépéskor van. Miért? Igen. Jó? Igen. Tehát a kulcs mikor ajtó el, ugye? Mert akarsz menni. Itt az a... Mikor benn vagy, akkor már nem belakarsz. Igen. Jó? Én majd akarok jelentkezni, nekem most sincs. Belépésnél vagy? Mi? Nem meg. Hát akkor írd a felhasználó nevét. Akkor most arra szeretnék kérni, hogy az adjál, itt valami hülyeséget csináltak ki. Hát, de még egyeket. Már nem kell. Elég, idáig elé. Tudom, idáig oldalak. Idáig elé. Igen. Mert a többi az inni. Ezek miért jelnek meg nekem? Azért jelnek itt meg, mert te ezek amikor bipelted. És hogy tetted ezt? Úgy tűnhetheted el, én fejtésem, hogy fogalmam sincs, de talán úgy, hogy gomba rákattintasz, és nem, akkor nem tudom. Mindenesetre a tabulátorral menjünk át, és akkor most el a jelszavadat. Folytassam, amiben van írva innen. Ez jó, ugye ez a... Igen. Írd be. Na, miért nem ér? Ott volt a... Jó, majd... Bocsás. Nem ott volt a kurzor. Mert ez nem olyan szabad? Nem. De nem kell címe... folytatni. Nem azt írtam be. Jelszavamat kell most beírni. Most a jelszavadat írt. Most már bejött a jelszó. Ugye már úgy az a fiók az több felhasználó jelszó is lehet, külön-külön tudnám törölni. Illetve van egy jelszavak szelése, és milyen felhasználói nevekhez milyen jelszavannak lehet. Elnézést, ezt hogyan szad elő, mire kattintottam, mert azt nem láttam. Beálltad a kulcsot? Most nekem ott van semmi. Beállítások. Jó? Oda nem kattintam másik ki. Tessék. Mert nincs letáró. Nagyon helyes, akkor több is legyen már. Most még egyszer megpróbálom, most már ide ki. Az a tiéd, jó? Mert az enyém van, az a móvi. Tudod, megint megjelent, ugye most a dög. Megpróbálom, a közö blog bejegyzése mikérrel szól, hogyha megtanul, hogy jó, hogy törölni, de valószínűleg lehet törölni, vagy lehet törölni, most helyből nem vágom, hogy jó. Ez az annak, hogy most kilépett.
Tudatom. De olyan nekem nem jön be, mint ami a kiszi viszi. Kilépek. Belépek egy másik felhasználónél. Lepárolom majd. Jó, tehát most adom a jelentése. Kilépek. Újra belépek ide. Ott van el. Ott van a kulcs. Most rákattintok és azt mondom, hogy ez töröl. És akkor ezt kitöröltem, kész. Az a jel, amit az előbb megadtam, mostantól kezdve már nem lesz letolni. Oké? Tehát mindig, amikor ott ajtónál kéne dugd a kulcsot, meg tudja felhasználni a jelző párosodat, akkor a kulcs. És hogyha te rákattintasz, és előjön az, hogy megkérd, töröl be, itt akkor tárol be. Ha nem az jön elő, akkor nem tárol be. Oké? Mert nyilván akkor csak törölni, ha te lehet tartani. És hogyha most az X-re katasz, akkor eltöröltem. Akkor letöröltem. Akkor letöröltem. Oké? Igen. Jó? Azt már azt tudta, hogy nem lehet elfelejteni. Jó, majd ott egy hatalék. Jó, és akkor most még egyszer lépek, de már használó valaki. Oké. Most újból járnak ezzel be. Igen. Bejelentkezem, nem tárolom le, és akkor most nekiállunk tényleg a cintát megzőzésének. Lássuk azt, hogy tudunk fölni bárkit a cintára. Először is a Gmail-es ikonra rá kell kattintani. Ugye, mert most a levelészét használjuk. Ha most akkor fogod látni, hogy a lehetőség a következő cintár és adatok egy határidő. Tehát berakhatsz fel adatokat, azt a kérdéseket, és akkor hát az olyan, mint kinek telefonja, okos telefonokat, ezt kell menned, nagyon elkezdik győdni, akkor fogjuk mit tudni. Tehát ilyesmire lehet használni. Micsodi? Be lehet állítani, hogy miért. Jó, de ez nyilván érdekel, a gép előtt tűz. Mert ha nem ment, akkor... Bár könnyen elképzelhetőnek tartom azt, hogy Google-tól kitelik, hogy beállítható az, hogy küldjön neked egy egy Skype üzenetet, oda, hogy Skype tudja Skype-nak. Tehát nem feltétlenül kell, most okoskodok, nem biztos, hogy feltétlenül. Szóval ezt átállítjuk arra, hogy cintás, a cintás használatát,
Ez most végig mi az a stílus? Ezek a dolgokat gondol. És akkor? Nekem van egy probléma. Beírt. Nem visszavezett. Nem mindig ez angol. És hogy még nem még leállítom, nem fogok. Ezt előre a gyertokat. Szinte mindennek van új verziója, meg régi verziója, tehát mondjuk például aki használja a térképet, a Google-nak a térképét, annak is van egy régi, meg egy új verzió. Az enyém a régi verzió, egészen biztos, ez az új verzió. Hát az új névjegy. Valósz a plusz-seller tudsz hozzáadni, de...
Várom. Van meg ez jobb, mert ez az újabb, de ezt én még nem ismerem, meg kellene néznem. Biztos, hogy egyszerűbben átfogóban kezelhető, mert hát az és erre rákattintok, visszatér a régi jelzésre, erre. Én nem tudom, hogy jobb-e neked elmondani, és elég a visszatérjél szerintem. Jó, tehát ez még mutatom, úgy jutsz, hogy az meg egy amíg nincs névjegyet. Tudod, mik ez rossz? Mit szavak kell bejönni? Ki akar? És akkor fogadod? Ott vagy, ahol én. Látok egy olyat itt föl, ilyen sárga csík, való itt. Igen, van egy elfogadás felirat. Mert az letakar bizonyos dolgokat. Nézd meg, ez is. Ja, igen. Ja, nem, ez meg. Ugye az ex-Gallerben már az értében is. Pedig azzal kell lenni. Azzal. Kiléptél, oké, kiléptél, bezárod, elindítod a... Ezt el tudtam mondani, hogy eddig mindig a Google Chrome-ot használok. Az Internet Explorer nem használd a levelező programhoz, mert egy pár szolgáltatását nem is fogod elérni. Oké? Tehát feltétlenül a Google Chrome-ot használja. Oké, okay. Jó sikerült mindenkinek a nézet bár menni. Most ebben aztán jövő alkalomra megnézem azt a csikat is, hogy ott nagyon más annak dolgok, egyszerűbb a megbeszéltleg azt is.
Tehát a új névjegyet hogy tudok fölvenni? Hát ott van boldog az, hogy új névjegy. De ezt írjuk le. Hát a címbárnak nézet van. Egy hagyomás. És egy, Jézus minek hívja, négy jegy elnézet. Átlás a régire a továbbiak, az belül pedig a Jézus még volt a neved. Kilépés a névjegy előnézet. Köszi. Kilépés a névjegyzetből gombol lehet. Átváltás az út. Az pedig úgy lehet, hogy próbálja ki a névjelő nézetet, tehát boldalom. Jó, tehát itt váltani, és akkor mi most a régi beszélünk, jó? Első kérdés, új. Nem is nagyon fogod használni egyet, hogy így felgyélni egyet, mert valószínűleg inkább befelnéd egyet, hogy kaptál valakitől egy levelet, és azt tud letárolni. Mindenesetre azért erre van lehetőségünk, és ezt majd megcsinálni, hogy első lépésben rákattintunk erre, hogy új névjegy, kapok egy lapot, és szépen történetben hozzáadhatok miféle adatokat. Szeretnék mondani valamit. Nekem ez sikerült. Utána nem jöttek a nevek. Kiderült, hogy a címbe rosszul vette. Elfelejtettem, hogy angoloknál Gyorga, hanem a Galagy. Lehetőd elrottam. Gyakorlatilag, ugye, mi vagyunk a Földön talán a kivételek, nem azért, hogy én úgy tudom, pánok. Japánok még úgy mondják a neve, mint mi, tehát a japánok meg mi, ha egy fordít, másik sorrendben azt, ezt a név megadásánál vegyük figyelembe, jó? Ami feltétlenül meg kell tenni, az ez meg ez, ugye, mert nincs értelme az egy játék, jó? Én rajtok be esetleg engem, jó? Tehát én akkor László úr Kukac, PC Suli. Nem. Színnek lenni, akkor még persze. El fog menni. Persze.
De ő nem tud Gmail. Vagy küld neked küldeni vett. Csak nem a Gmail. A gyiledre. Igen. Persze. Jó. Hát attól, hogy igen. Neked Vodafone-fonod van, attól még fölhívhatnak és mobilosok. Oké? Okay? Tehát ennek ilyen szempontból nincs köze. Egy nem tehetsz velem, hogyha ezt a e-címemet tároltad le, hogy erre az e-címre nem úgy küldesz valamit, hogy a Google-on megoszt. Mert ez nem zsíves. Igen. Tehát erre nem tudod. Nekem másik e-mailem is, lacikmogradmail.com. Azt tudom, hogy Drive, azt nem tudom másképp használni, Gmail-es címet, ezt nem tudtam. Jó? Oké. Okay. Jó? Én... Itt a hozzáadás gombot megnyom, további jelzőket adhatsz. Oké? Mert lehet, hogy nekem még egy ilyen címet is le akarsz tárolni, hozzáadod az e-mailt még egyszer. Akkor lesz még egy e-mail mező. Jó, tehát otthoni e-mail, meg a munkahely. Oké. Vagy ezt a mezőt lehet kukázni. Bármelyik mezőt tudod kukni úgy, hogy beleállsz, és a mellette lő kis kukára, ha rákattintasz, akkor azt a mezőt kitör. Oké? Új mezőt hol adni a hozzáadást? Elmenteni, mert mindenféleképpen ezzel felveheted, nem használom igaz, ez a Google Plusnak a szolgáltatási, hogy jó, ez nem muszáj, viszont az is muszáj, mert csak az, hogy ezzel a nézi be kellett, hogy kerül. Jó, ha rátintasz itt arra, hogy akkor itt most már ott kell, hogy legyen. Ezt most vettem. Ugye, mert volt egy odászló is, meg volt a... Most felvettem. Oké? Okay? Tehát ide a nézi kerül be. Ha rákattint a magára, ne, akkor előjön az, ahol az előbb. Tehát utólag itt elkezd. Na, akkor próbáljuk le. Névi egyhez. Kattintsunk az új névi gombra. Adjuk meg a nevet.
e-mail címet. Mail címet. És még valamit mutatni szeretnénk itt a név megadásánál, tehát ha te itt rá névre, itt van egy pöty, ami mód, akkor összeállíthatod, hogy Miss, Missis, mit tudom, özvegy, báró, ő főméltósága, na jó. Hassan. Hát itt. Méltóságos, vagyságos, mert a meg a fogalma nem volt. Meg a tekintete. Jó, itt el a helyére rakni. Jó, na, oké. Tehát feladjuk meg a nevet, mélcímet. Meg amit akarunk. De plusz mezők elhívható a, ugye ezt nézd, úgy hívja, hogy hozzáadás. Ott a találás gomba. A felesleges törölhető. Ha belelépek a mezőbe. Az okára kattintok. Jó, tehát így tudok. Tudok föl új embert. Azért van egy rendős, hogy cselegés, akkor azért dolgozik a beszélgetésre? Igen. Tehát ki, neki Google fiókja van, és éppen bejelentkezett állapotban van, aki egy ilyen zöld kis izágított mellette. Ugyanúgy tudsz csevegni, mint a Skype-on. Tehát hallgatóval, tehát mondom nevét, ha headsetted van, fejhallgató mikrofon párosban, ugye atlakozta a gépembe, és akkor ugyanúgy beszélget, mint a Skype-on. De most ott vagy. Az ölgyelzésre, mert nem használtam még, csak tudom, hogy lehet. Tehát a Skype-on keresztül szokták mondani, illetve nem szokták mondani, hogy régen volt az a reklám, hogy cipőt a cipőboltból. Itt arra látták ki, hogy cifeten ilyen internetes tanás az a Skype. Hát nem szoktam mondani. De ez is lehet, nem használtam, perc mondjuk válasz. Ez a rutin. Ha te sokat használ számít, akkor bejutsz odáig, hogy a nagy mert nem bizonyosra okán. Oké. Végén beletávás. Aktívani.
Hát az volt. Előbb ez még lenyílt. És akkor mondom. Elvétel az, kitől kaptunk. A másik megy. A másik nem megy visszamenne. Ugye mert előbb ez úgy mint, hogy a cintárat le lehet nyitni. Az Istennek nem akar lenyílni. Akkor úgy visszamenni, hogy Matrix-szerűségre rákattint, kiválasztod azt, hogy Jim. És akkor egy másik fülön, oda fogsz érni. Nem biztos, hogy mi vagyunk a hitét, mert látod, most leható volt, vissza tudtam menni, a másik helyen volt lenyit. Lapozz le jobbra, és be lehet zárni. Bemutatja. Na, tehát akkor itt vagyunk a levezőbe. És mennyit szépen? Itt olyan a Zsolcsó kapilevel. Mennyit van? Nem a mit. Egyszerűen ráállsz az illetőre. Itt a feladóra. És ha még nincs benne, akkor olyan, hogy húzzárása a jegyzékhez, mint tárhoz, vagy valami ilyesmi. Ja, hozzáadás, köszönöm szépen. És állandóan variálnak, hát most itt, hogyha itt a Gmailből állítárban mutatom, velem is ez még működött, és átmegyek a cintárba, ezt le tudom nyitni, és vissza tudok menni, igaz? Itt meg itt vagyok a cintár, nem tudom. Hát ott? Tehát
nem mindig te vagy hibás. A visszamenő illal mentem vissza a dintárból a dzsébes. Elvileg egy olyannak kellene lenni, és amikor megnéztem, akkor nekem még hogy felvétel a címjegyzékbe, vagy a címtárba, kellett mondani, és kész. Mert ugye annyi fejlesztésük van, és ezt ebbe úgy bekeverednek, hogy mindig próbálják az abba az irányba terelgetni, hogy az új fejlesztéseket is használják, ezt a Google Plus szolgáltatást. És ez, amit itt most a felvesz meghív, ez a Google szolgáltatás, ez a kis plusz jel, ez az a Google Plus szolgáltatás. Nem tudom, miért nincs. Fogalmas. Nagyon annyi baj, hogy megölködik. De elgyűlődik. Tehát ott kellene lenni. Kellene. A próba lenni. A virágban tűnt. És elvileg... Ezzel a kapcsolattartási információ... Azt mondja, betöl. Nagyszerű, kösz. Mitől ez a neve, hogy kapcsolattartási információ? Köszönjük. Ilyen van mindenkinek ez a kapcsolattartási információ? Csak olyan, akkor az kell kapni ilyenhez. Na, akkor még egyszer. Köszönjük, Emesen. Igen, reklámunk vagy. Tehát, ugye ott vagyunk leveleinknél. Igen. Ott vagyunk a levele. Megnyitod az adott levelet. Igen. Megnyitod az adott levelet. Az emberre, akit fel akarsz venni, és itt van egy olyan kapcsolattartási információ. Nekem mi emberem? Már így... Ha azt megnyomod, akkor itt van a névjegybe, úgyhogy be itt van mélcén. Két nap múlva már lehet, hogy nem is. Tehát ez a szép az egész. És cigárba, kitől kaptuk, miért? Odáig. Tehát nyissuk meg a levet. A következő lépésben... Lépésben... Rász a... Vagy a fényképre, vagy a fényképet pótló sziluettre. Ott tart, nyissuk meg a velét. Állunk a fényképre, és majd állunk a fényképre. Fénykép sziluettre. Megjelenő. Hát ez olyasmi lesz, mint egy névkártya. De. Ugye? Igen. Névszerűség. Alján kattintsunk. Kapcsolatási információ krimre.
És továbbiak meg már világos, mert akkor ide értünk vissza. Ehhez. Jó, és akinek meg mi írtunk ilyet, az bent lesz leve egy olyan helyen, ami mutatom a címtárba. Van egy olyan, itt van, tessék. Hogy... információ. Egyéb névjegy. Egyéb névjegy. De az tele van névjeggyel. Ez hogy jön be? Ott lesz az összes olyan ember, akinek te már írt. Ha fölvette, ha nem. Oké? Ezt hasonlítottam mindig a telefonhoz, ugye? Már fölhívták. Hát nem tudom nektek milyen adatok, nekem olyan telefon, hogyha valakit fölhív, egy hét hétig megvan, azt utána már nincs benne a telefonomban az a telefon, hogy benn van. Tehát akinek írtál valaha, az itt van. Na, tehát most úgy megindul a fantáziám, hogyha a férjedet bán akarod rúgni, akkor itt kell, mert itt fogsz olyan állni. Jó, tehát a harmadik variáció az az, hogy felvétele annak, akinek mi írtunk. Jó? Tehát ők eleve bent vannak. Az... Mi a neve? Gyéb. Egyéb névjegyek. Csoportban, és hogyha valaki innét hozzá adnak, ez végre változó, ugyanolyan, mint amit fölnéztem, és ami a könyvben bele van, ha egyszerű kipipálod hozzá a sinkához, kész. Oké? Ők elevőben, ha de akarj, Rami, valamelyiket a címtárba, pipáljuk ki, majd meg a hozzáadás a címtárhoz. Gombot. Oké. Okay. Na akkor ezzel a három módszerrel tudunk valamit fölvenni a címtárnak. De mit érünk azzal, hogy ott címtárnak? Ugye ez a címzésnél majd nek segítség. Így tudom fölvenni őket, a három lehetőség. Következő dolog, meg kell nézni, hogyha valakit így fölvettem a szárba, az nekem miért jó. A telefon névjegyzéken bazzel valakit, hogy könnyebb legyen fölhívni. Nyilván ide is azért veszel valakit föl a címtár, hogy könnyebb legyen neki e-mailt írni. És úgy tudod előkeresni a címtárból, hogy amikor elkezdesz levelet írni,
ezt néztem az előtt, hanem úgy néztem. Tehát elkezded írni, van itt ilyen, hogy címzett, rákattintod, és akkor bejön. Keresel valakit, ugye mert itt pár éve ott van rengeteg ember. Ha keresel valakit, mert nagyon sok van, már nagyon sok van, mint 10-20 darab van, az nem. Ott, hogy kit keresel, megnyomod ezt a kapot, és meg fogja találni. És tehát ők például... ...akinek a nevébe szerepel az, hogy no. Oké? Akkor leírhatjuk, megtudjuk, hogy mondjuk a cintárat a levélírásnál használni, mert most ugye azt nézd meg, hogy a gitárodat, hogy tudod feltölteni. Egyébként valószínűleg melyik módszert fogod használni, hát nem az át, az elsőt, hanem a, vagy a második, vagy a harmadik. Itt van neked. Mi a kérdés? Tudiknak akartam megmutatni valamit. Mi az itt? Ebben nem segített. Valami ott egy kék mezőn. Itt van, és nincs benne senki. És akkor ugye itt van egy ezeket visszarakni a civil cikket. És akkor ír szépen. Mint hogyha küzdi volna. Akiknek ír. Igen. Tehát így tudod átadni a cintást. És aki bent van a cintába, úgy tudunk írni levelet, hogy? És akkor most nézzük a levélás rész, illetve itt rögtön. Tehát az lenne a lényeg, hogy a cintárból vissza kell menni a levélíróra, vagy úgy, hogy le tudod nyitni és visszamentni, vagy ha nevődik, akkor itt az Gmail és egy külön füle megnyitja. Látjátok, meglepetés engem is, ilyen bazakonség, hogy én ha megvágom magamat a problémát, tehát mint egy perc, öt perc. Te elmondtad, hogy mi változik, mi is vegyük tudomásul, hogy örökké tanulunk. Folyamatos. Te is örökké tanulsz. Hát én már parulom. Az más. Viszont az ember annyira így marad. Pontosan. Így friss marad az ember. Pozitív életszemben. Ebben a jó. Na, oké. Tehát úgy majd akkor lehet írni, hogy rákattintottatok ráig, hogy meg lehet nyomni a levélírást. Jó, megnyomd a levélírást, és ugye, vagy elkezd írni ide a levelet. Most ha emlékszel rá, akkor ő majd be fogja dobni, és tudod választani. Vagy megnyomd ezt a
gombot vagy címzet, mert ha állsz, akkor ez egy gomb, tehát nem gomb, link lesz. Igen. Előjött a akkor ezt is legyen, én de az utat. Jó, jó. Nagyon jó. Na most én egy kicsikét állítom ezt, amit eddig láttunk. Na, halljatok, jó? Tehát... Ide rakok a címet, hogy... Nagyszerű. Köszönöm. Címtár bővítése. Ugye, mert így tud a címtárodat bővíteni ezzel a három módszerrel. Nem. Sőt, én még be is sorszámozom őket, hogy... Tehát a címtár bővítése, egyes módszer, kettes, hármas módszer. Jó, itt teljesen állítható. Tehát ezzel a három módszerrel tudod a címtárat bővíteni. Vagy sor kell rá, vagy ne. Négy. Szerintem vagy. Egy. Jó, és akkor a kettes jön. Címtár. Használat. Levélíráshoz. Illetve írás áll. Tehát, amikor be kellene gépeni a net, kattintsunk rá a címzet. Linkbe, majd pipáljuk ki a szükséges embereket, és a végén kattintsunk a kiválasztás gombra. Ma és most. Holnap a jó Isten tudja, hogy mi lesz, de... Ezek ütemek benne. Mi lesz a cím? Szóval, ez tudjuk visszani.
Igen, a többiek, akik ma, azok neked a bubuljuk volna. Ezek a körülbe vannak lett. Tehát szóval, amit a Jó, tehát így tudok a kontárból, akinek miért szokványi levelezésnél. De még egy dolgot csinál, és szerintem ami még előttünk, az majdnem az egyik leghasznosabb a dolognak. Ugye beszéltünk arról, kapok vala egy levelet, és válaszolnia neki, hogy nyomjuk meg a válaszgomb. De van egy olyan gomb is, hogy válasz mindenkinek, és meg, hogy az mi, miben más. Az abban más, hogyha én a válasz mindenkinek gombot nyomom meg, akkor nem csak akinek küldte a levelet, annak fogok írni, hanem azoknak is, akik rajtam kívül a levelet meg. Egyszerre, mit tudom, 10-20 embernek is tűnni a levelet, de ehhez beírja, és akkor így tudott írni. De hogy is lehet csinálni, létrehozok portot, és ezt én magam tudom menedzselni, a csoportot. Ez lesz a harmadik kérdés. Csoport használva. Hát, mondjuk, utóbb eljutottunk volna itt, hogy mindenki írt itt már mindenkinek. Mindenki írt itt már mindenkinek, akkor az egyéb névjegyek, vagy egyéb mit tenni. Igen, egyekben kellene, hogy legyen. Ugye, mert akinek én írtam, az egyéb nép. Utána őket átveszem a címtárba, ezzel levelem, és a címtárból összomszed őket, hogy ő, meg ő legyen a Péci csoportba. És ha mindenkit akarok írni, akkor kinek írok? A Zsuli csoport, és megkapja automatice mindenki. Érthető ez? Tehát a... Igen. Előbb csináljuk azt, amikor még van olyan hátra úgy. Tehát ott vagyok a címában. Ahol. Belemegyek a névjegyekbe. Tehát belemegyek a névjegyekbe. És akit akarok, ott kijelölöm. És nézed meg, ahogy elkezdted kijelent egy ilyen ikon pluszba. Ilyen. Ez a... Három fűtest. Hát így az összegezve a ember. Tehát egy csoport, egy embercsoport igazán. Jó, és hogyha te nyitod, akkor... Egyből nem csoport csinálni, ahhoz legalább kettőt kell jelölni. Jogos? Nem megy. Ugye? Beírod a nevet,
keresés. Azt kell mondanod, hogy új létrehozás, megadod a support nevet, mondjuk, és oké. És oké. És akkor onnantól kezdve. Mindenki már lesz ki. Ez a pár most választok, azok bent van a Suri nevű csoportban. Mikor te... Akkor meg fog jelölni a pénzügyi csoport is, most nem látom. Még az előbb elvénak, hanem fejeztem be teljesen. Igen, egyszer súlya. Igen, most mit kell csinálni? Most mit kell csinálni? Oké, most lett benne ja igen. Tehát amikor majd elvettük, előbb írjuk le, hogy hogy veszett. A cintárban álljuk ki a csoport tagjait, ez az első lépés, és utána kent kattintsunk rá a, minek hívja az ikont, csoportok ikonra. Ezután kattintsunk az ikonra. Ugye ez a csoportok ikon, ez a három ember egymás ellen. Gondra. Nekem olyan nem ember. Én meg koronálom. Következő lépésben ugye rá kell kattintani egy új létrehozásra. És végén még meg kellett nyomni egy oké gombot. Volt ott egy gomb is. Alul. Így hozott létre egy csoportot. Na most is össze akarok adni valakit a csoporthoz. Állom, nyitom. És kipálom ki. És akkor már csak hozzá. Tehát most már van PC, hogy lehet hozzáadni egy másik ember. Őben vannak a PC súlycsokak, mondjuk Nógrádi Lászlót is be akar, akkor legyen, azt mondom, hogy PC súly. Oké, és akkor most már három ember a PC csoportban. Az előző kettő, meg el. Oké. Így oké. Csoport használatán belül ez volt az első téma, az ember felvétele, emberek felvétele egy csoport. Még egy témát meg kell beszélni, hogy írok egy csoport levelet. Oké? Tehát mikor már van egy csoportban, és a csoport minden tagjának el akarom küldeni a levelet, azt hogy csinál meg? Úgy csinálom, hogy olyan csoportot csinálom, nem veszik,
Biztos nem lesz. Hétszem minden eszik. Nem szavaz. A cél az elég baj, de szerintem kicsit kívülni. Tehát le majd úgy írsz, hogy elírod, elkezd a levélírást, rákattintasz most arra, hogy fizet, de saját kapcsolatokat lenyitod, és lesznek a csoportok. És ha azt mondod, hogy szélsüli, akkor behoz őket. Tehát... Amikor be kellene gépelni a címet, kattintsunk rá a címzett linkre, majd a... Még volt a neve ennek? Saját kapcsolatok? Nekem is tudott annyi cég. Igen, majd a saját kapcsolatok. Linkre, és asszuk ki a megfelelő csoportot. Válasz ki a megfelelő csoportot. Érdekes, hogy akkor a tovább meg ez. Ugye, mert ugyanoda jutunk, voltunk, csak itt a teljes címtárat láttuk, meg csapokat látjuk, akik bent vannak a csoportban. Kipipálják, és kész. Jó, mindjárt mutatom, ha leírom. Csak a csoportot fölkínálod, de a hírszaknak akarsz, de ezt mindenkit ki akarnak bárni, amihez biztos vagyok benne, amit egy gyöszös is. Tehát nem úgy pipálsz majd mindenki, hogy negyász is pipálsz már. Hát ez a kicsit is mindig más, de nem mennyi. Nem ment be a jegyzébe a címpába, a
Másfél óráig szenvedtem, letöröltem, visszaadtam a régét, viszont az ember kincsen haladni a korral, mert pláne itt, amikor az ember tanítja, nem mondhatja azt, hogy bocsánat, 10 évvel ezelőtti verziót tanítom. Hát ilyet nem lehet csinálni. Kénytelen voltam megtanulni, csak akkor hirtelen nagyon fura volt az áttérés. Most valószínűleg ezzel is az a helyzet, és ma már szent meggyőződés állítom, hogy a új Office verzió, amit most neked felraktam, az jobb, mint a 2003. És valószínűleg itt a, szia, valószínűleg itt a címtárnál is az, hogy ez az újabb verzió, tehát az az újabb verzió, amit most csöpörtem az asztalról, az kényelmesebb, illetve biztos, hogy több szolgáltatása van, és nekem úgy tűnik, hogy az azért lett kifejlesztve, mert az úgy a levelezésedhez hozzá kapcsolja a Google Plus-t, ugye, ami a Google-nak a Facebook-szerű social network, ez a közösségi hálója. Most az az igazság, hogy jövő csütörtökön találkozunk. Jövő csütörtökön, ez az jó még kérdés, szünet első az még napja. Szünet első napja. Na? A felvételt lelövöm. Jó. Viszont én egy telefonos segítséget